Köszöntöm a stúdiónkban dr. Fetter Ádámot, Pilisvörösvár polgármesterét, és hát ahogy a kedves nézők is látják, mostantól új helyről jelentkezünk, és hát már elég régen beszéltünk ilyen interjú körülmények között, úgyhogy jó sok témánk lesz, kezdem is. Nem csak a rendezvényeken lehet látni, hogy beindult az élet Vörösváron is, meg hát mindenhol máshol, hanem azon is, hogy egyre több beruházás elkészült, vagy valami már be is fejeződött, és van olyan, ami mielőtt még éppen állunk, várunk rá. Hát akkor arra kérem, polgármester urat, hogy vegyük sorra ezeket. Köszöntöm a nézőket. Igen, ahogy azt már többször elmondtam, a 2020-as év a tervezés, az alapozás éve volt. A 2021-es évben pedig már elkezdtük megvalósítani a terveinket, megindultak az építkezések is. Számos projekt már el is készült, és közel 20 projekt fut jelenleg is párhuzamosan. Az, hogy ez mind egyszerre történik és működik, az a hivatal munkatársainak nagyszerű munkájának köszönhető, valamint annak, hogy egy olyan csapattal tudtam a választásokat megnyerni, akikre éjjel-nappal támaszkodhatok. Így Pilisvörösvár jelenleg soha nem látott ütemben fejlődik véleményem szerint. Sorra indulnak a beruházások, fejlesztések, a dinamikus fejlődéssel párhuzamosan pedig egy összetartó, támogató közösség összekovácsolásán is dolgozunk. Szerintem vegyük sorra akkor a beruházásokat. Az idén elkészült a focipálya büféjének a felújítása, napelemes korszerűsítése taupályázati forrásból, az óvodák energetikai korszerűsítése szintén pályázati forrásból, a sváb saroktető felújítása az NNO pályázati forrásából, valamint az önkormányzat kiegészítéséből, a sportcsarnok engedélyes tervei, a temetőkapu és a kereszt helyreállítása, a lakossági járdaépítési program keretében eddig elkészült 140 millió forint értékben járda, az Árpád utca járda térkő burkolatot kapott egy elműs fejlesztés következtében a Béke utcában a járda térkövezését a Telekom végezte el az optikai hálózat fejlesztés kapcsán, a tavaknál a rendezvényhelyszín fejlesztése is megtörtént, áramvíz, csatorna, murvázás. A Vörösvári napok előkészítése kapcsán az illegális szemétlerakókat felszámoltuk, napelemes kamerarendszerrel védtük meg ezeket a részeket is. A templomtéri iskola mosdóinak felújítása elkészült, itt vállalkozókkal fogtunk össze. A Virágos Város program keretében több virágot ültettünk a tereken és a főúton. A Dózsa-György utca parkolási problémáinak a megszüntetésével felfestettük a parkolás segítőjeleket. Megtartottuk az első vállalkozókat támogató programunkat, a vállalkozói partnerségi fórumot, és folyamatban van egy halomfejlesztés. A járdaépítési program keretében a Csobánkai utca már elkészült, a Szent Erzsébet utca folyamatban van, következik a Nagy Imre utca, Szabadság utca, Görgei utca és a Kápolna utca. Készülnek a gyalogátkelő tervek a Csobánkai utcára, a Szabadság utcára és a Tavasz utcához. A búcsútérre készül a terv, ha jól tudom, már a véglegezési folyamatban van, egy rekreációs ifjúsági parkot fogunk építeni hamarosan. A Gyaki kert egy közösségi ökokertnek és a tündérkertnek fog hamarosan otthont adni. Itt már a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal zajlanak az egyeztetések. A Szent Imre utcában a csapadékvízelvezető rendszer kiépítése és az utca szilárd útburkolattal való ellátása zajlik. A Csendbiztos utca vízelvezető rendszer kiépítése is elkezdődött. A házi orvosi rendelők bővítése pályázati forrásból zajlik jelenleg is, ez idén el fog készülni. A közvilágítás megújításának úgynevezett ledesítési projektje is még idén kezdetét fogja venni, a közbeszerzés előkészítésén dolgozunk. Az IVS, az integrált városfejlesztési stratégia megalkotása novemberre várható, valamint
november 1-től üzembe helyezzük a jégpályát a téli időszakra. Az új bölcsöde építésének a közbeszereztetése is folyamatban van. A felnőtt kondipark a tavaknál is reményeim szerint hamarosan elkészül egy nyilvános WC-vel. A Fácán utca szilárd út burkolattal való ellátása jövőre fog elkezdődni az útőrházi gyalogátkelővel egyetemben. A járdaépítési pályázat keretében a Bányató utcában, valamint a Templom téren szintén jövőre elkezdődnek a járdaépítések. Amit azt a kedves lakosság is láthatja, tényleg számos, szinte felsorolhatatlan projekt valósul meg idén és jövőre is. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez már szinte a kezelhetetlen kategória, hogy milyen mennyiségű fejlesztés indult, kezdődött és fog kezdődni, illetve fejeződött be Pilisvörösváron. Majd egy párra ezek közül részletesebben is ki fogunk térni itt a beszélgetés során, de most egy kicsit a közelmúlt eseményére hagy kérdezzek rá, ugyan nem önkormányzati, hanem közútberuházásban zajlott, de hát hatalmas feladatot rótt nyilvánvalóan az önkormányzatra is a 10-es út közelmúltban lezajlott felújítása. Egy pár szóban ismertesse ezt a beruházást, hogyan került rá sor, mi újult meg, mekkora szakaszon? Régóta szerettük volna felújítani a 10-es út belterületi szakaszát, hiszen rendkívül elhasználódott állapotban van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült, határidőre elvégzett beruházás volt. Itt szeretném megköszönni a közútnak a szuper helytállását és a fantasztikus ütemben végzett munkáját. Én személy szerint nagyon elégedett vagyok, halkabb is lett az út, az ajterhelés is ezáltal. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó beruházást láthatott a lakosság végbe menni. Mi volt az önkormányzat feladata ennek a beruházásnak a során? Mert ugye hát a közút végezte magát a beruházást, de hát azért volt mit tenni az önkormányzatnak, és mit kellett csinálniuk? Azt gondolom, hogy az önkormányzat kommunikációs munkatársai folyamatosan tájékoztatták a lakosságot az aktualitásokról. Mindez az országos médiában is megjelent. Sajtóközleményt adott ki a polgármesteri hivatal. A torlódásokkal várható forgalmi renddel kapcsolatban felhívtuk a Pilisvörösvár elkerülésére és az alternatív közlekedési módok választására a figyelmet. Itt szeretném megköszönni a szomszédos települések polgármestereinek, kollégáimnak, Popréné Révai Gyöngyi polgármesterasszonynak és dr. Szente Kálmán polgármester úrnak, hogy a beruházáshoz jobb kezet nyújtottak, a kapcsolódó közlekedési kérdések megoldásában nyitottságot, együttműködést tanúsítottak. Köszönöm szépen továbbá a köztereseinknek, polgárőreinknek és a szomszédos települések polgárőreinek, a rendőrségnek az aktív és többnapos helytállását. Ugye ez a beruházás, ahogy ön is említette, nem csak Vörösvárt érintette, hanem a környékbeli lakosokat is. Mit tapasztaltak a lakosság részéről? Milyen hozzáállással bírták ezt a két hetet, kicsit több, mint két hetet? Én azokat a visszajelzéseket kaptam, hogy túlnyomó részt elfogadták az autósok, illetve a környéken élők ezt a helyzetet. Mindenki átgondolta, hogy ez a kéthetes beruházás hosszú távon, hosszú évekre a környező településen élők komfortérzetét fogja javítani. Ezt elfogadták, a többség türelemmel viselte. Persze voltak itt is kivételek, amikor a hivatalban voltam és dolgoztam, én is hallottam a kiabálásokat, volt egy-két indulatos autós is, de igazándiból a polgárőrök
frappánsan megoldották ezt a szituációt is. Minden a tervek szerint haladt, készen lett határidőre az út? Így van, határidőben elvégezte a közút a munkát, már csak a közműszolgáltatóra várunk, hogy szintbe hozzák a csatornafedőket. Igen, ugye ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye ez viszont már nem a közútnak a feladata, de ez még jelenleg problémát okoz, hogy a csatornafedelek nincsenek egy szintben az úttal, ez azonban a DMRV feladata. Tud-e tenni ilyenkor bármit az önkormányzat, vagy mit lehet ilyenkor tenni önkormányzati szinten? Levélben kértem a DMRV-től és az MVM-től a csatornafedelek szintbe helyezését. Azt tudom ilyenkor tenni, hogy türelmesen kivárom, és nyomatékosan felhívom a figyelmét a közműszolgáltatónak a feladatára. Akkor reméljük, hamarosan ez is meg fog oldódni, és ha már az utaknál tartunk, ugyan jóval kisebb volumenű dolog, de hát ez is fejlődés mindenképpen, hogy ugye korábban meghirdette az önkormányzat, hogy a lakossági beruházásban, hogy támogatja a lakossági beruházásban megvalósuló járdaépítéseket, és ehhez anyagi segítséget nyújt. Mekkora érdeklődés volt erre is, és hát jöttek-e így létre járdák, járdaszakaszok? Azt gondolom, hogy a nagy érdeklődés övezi ezt a járdaépítési programot. A legtöbb pályázat nyerni is tudott. A Petőfi utcában, a Nagyváradi utcában, a Szinyei Mersepál utcában pályáztak eddig összességében. Mostanáig közel 160 négyzetméter járda épült meg ebből a közös önkormányzati forrásból. Még egy jó hír van folyamatban, ugye ez még nem teljesen biztos, de reménykedünk, mégpedig az, hogy Pest megye közzétette az előzetes integrált területi programját, és ennek keretében úgy néz ki, hogy Vörösvár is egy egészen nagy összegű támogatásra számíthat majd. Miről van szó pontosan? Igen, ahogy korábban is említettem, szeptember közepén tette közzé Pest megye az előzetes integrált területi programját, ami egyelőre csak egy tervezet. Ez az ITP 2021-27-es időszakra tartalmazza azokat a térségi forrásfelhasználási módokat, amelyek támogatását a megye saját koncepciója és programja alapján a következő 7 év során kulcsfontosságúnak tart. Továbbra is azon dolgozunk, hogy ez a tervezet valóságá váljon, folyamatos egyeztetéseket folytatunk az irányítóhatósággal, készítjük elő a részletes stratégiai elemek kidolgozását, és mindeközben várjuk a lakosság véleményét is egy kérdőíven keresztül. A most készülő fenntartható városfejlesztési stratégiánk régi nevén ITS legfőbb célja, hogy illeszkedjen a megyei célokhoz, és a tervezetben szereplő 3,5 milliárd forintot az elfogadást követően teljes egészében megítéljék Vörösvár számára. Azt gondolom, hogy ritkán adódik ilyen lehetőség, ebből már meg tudjuk valósítani álmainkat, de álmaink egy részét egészen biztosan. Ha ezt el tudjuk érni, akkor biztos vagyok benne, hogy egy sokkal fényesebb jövő és nagyobb beruházások előtt állunk, mint azt ez a város bármikor is remélhette. Hol tart most ez a dolog, mikor a várható döntés? Október végére. Ez elkészülhet, ez a dokumentáció, amit már a megyével le is egyeztettünk, ezt követően még az idén számítunk a döntésre. Abban az esetben, ha pozitív döntés születik, akkor mire fordítható ez a 3,5 milliárd forint? Ez a 3,5 milliárd forint 4 kategóriára oszlik meg, mindegyik kategóriának lesz egy keretmaximuma, lényegében csapadékvíz elvezető rendszerek építésére, intézményfelújításra, gyalogátkelők okosítására, közösségi terek építésére, utak, járdák építésére, felújítására és szemléletformálásra nyújtjuk be az igényünket. Szigorúak a feltételek és szabályok, ezeket figyelembe kell vennünk. Ha ezeknek megfelelünk, akkor kaphatjuk meg ezt a kért hatalmas összeget. Bízunk benne, hogy az egyes kategóriákra megítélt összegek az általunk tervezettek szerint fognak megoszlani,
ezért fontos, hogy minden egyeztetési lehetőséggel éljünk. Ugye itt az elején már felsorolta a legfontosabb beruházásokat, terveket, pályázatokat. Egy-kettő lenne, amit azért ugye egy kicsit jobban kiemelnék. Az egyik ugye a bölcsőde pályázat, amire itt szintén nagy összeget nyert a város. Itt mekkora összeget nyertek, milyen támogatással? Ez egy 100%-os intenzitású támogatás. 567 millió forintot nyert a város az új bölcsőde megépítésére. És ez mit fog jelenteni, hogy emellett a jelenlegi bölcsőde is megmarad, vagy ehelyett lesz? Megmarad, ezt egy létszám bővítésként kell felfogni, tehát megmarad a régi bölcsőde is, és az új bölcsődével lényegében férőhely növekedést érünk el, mert láttuk az évek során, hogy nagy az igény a bölcsődei férőhelyekre, és sokkal kevesebbet tudott eddig a település nyújtani, mint amennyire igény lenne. Mi most ebben az ügyben a következő lépés, és mi az ütemterve ennek a beruházásnak? A forrás már rendelkezésünkre áll, tehát a pénz nálunk van, a tervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, ez még az idei évben ki lesz írva, így jövőre, ha az időjárás engedi, azaz elmúlik a tél, elkezdődhet a beruházás, és 2023 tavaszán terveink szerint elkészülhet az új bölcsőde. A másik nagyobb volumenű beruházás ugye a szakrendelőt érinti, itt már említette, hogy itt már meg is kezdődött a felújítás. Itt mekkora összegről beszélünk, és mi valósul meg ebből? 54 millió 200 ezer forintot nyertünk az új házi orvosi rendelő kialakítására és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségekre, valamint az infrastruktúrájára. Ez idén év végéig el kell, hogy készüljön. Terveink közt szerepelt még a szakrendelőt érintő egyéb fejlesztés is. Ez egy nappali fektető lenne, valamint az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Örülünk, hogy a legfőbb célunk a házi orvosi rendelő, az új házi orvosi rendelő megépülhet. Ugye már csak valamivel több mint 2 hónap van ebből az évből. Vannak-e még idénre beruházási tervek, vagy esetleg pályázati lehetőségek? Természetesen. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, ahogy ezt anno a kampányunkban ígértünk is. Azt gondolom, hogy nagyon szép számmal nyerjük a pályázatokat. Rengeteg munka is van mögötte. A hivatal látástól vakulásig ezen dolgozik. A fagyok megjelenéséig zajlanak a járdaépítési munkálatok, a Csendbiztos utca egy szakaszán még az idén elkezdődik a csapadékvíz elvezetés kiépítése és az út nyomvonalának rendezése. Novemberben elkezdjük a műjégpályát építeni, november 1-től üzembe is helyezzük. Itt szeretném megemlíteni, hogy újra egy nyertes pályázat birtokában vagyunk, egy 5 millió forintos összeget fordíthatunk a jégpályára. Ezt úgy kell felfogni, hogy gyakorlatilag 5 millió forinttal kevesebbe fog kerülni az önkormányzati büdzsének ez a jégpálya. Nagy erővel zajlanak a tervezések és az előkészítések a jövőbeni pályázati projektekhez. Ugye a legutóbbi interjúunkban már beszéltünk a helyi építési szabályzat módosításának a tervéről. Akkor polgármester úr ugye elmondta, hogy egyelőre még csak arról született döntés, hogy megindítja az önkormányzat a HÉSZ felülvizsgálatát, tehát nem volt szó konkrét módosításokról. Mi történt azóta, és hol tart most az ügy? A tervező megbízása megtörtént, amelyet majd egy lakossági egyeztetés fog követni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a lakosság bevonása nélkül nem fog döntés születni ebben a témában. Ez volt a korábbi tervünk is, mivel ez a folyamatnak a része.
Ugye szó volt ezzel kapcsolatban népszavazásról is. Ez pontosan mire irányulna, vagy hogy tervezik ezt? Azt gondoljuk, hogy egy népszavazással ebben a témában végképp cáfoljuk és cáfolni tudjuk azt a közhiedelmet, miszerint itt már döntés született ebben a témában, hogy azt már többször kommunikáltuk, ez nem igaz, még nem született döntés a hészmódosításokkal kapcsolatban, elindult egy folyamat, amelynek különböző szakaszai vannak, és nem az indítás pillanatában születik meg a végső döntés. És hát ugye a választás óta eltelt időszakban a pandémia nem tette lehetővé a közmeghallgatás tartását, most azonban úgy tűnik, hogy elhárultak az akadályok, tehát lesz közmeghallgatás? Igen. Lesz közmeghallgatás november 10-én, ha törik, ha szakad, mindenképpen megtartjuk a közmeghallgatást. Hogyan készülnek rá, hiszen gyakorlatilag itt most nem egy, hanem kettő évet kell majd összefoglalniuk. Így van, ez lesz az első közmeghallgatásunk, így bőven van mit bemutatni. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, minden kérdésükre igyekszünk választ adni. És hát akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk, ugye, ahogy az elején utaltam rá, nem csak a fejlesztések és beruházások indultak be, hanem a rendezvények is, és augusztus óta, tulajdonképpen a Vörösvári Napok óta rengeteg közösségi program van, és látszik, hogy várták az emberek, mindenhol sokan vannak. Évvégéig milyen programokat terveznek még? Óriási az igény a színvonalas rendezvényekre, és az emberek már nagyon várták a rendezvényeket. A bezártság után végre szabadon együtt lehettek, találkozhattak és szórakozhattak ismerőseikkel, rokonaikkal. Ha nem lett volna ez a járványügyi helyzeti kötöttség, akkor sokkal több embert is tudtunk volna fogadni a Vörösvári Napokon. Ezért a terveink szerint jövőre az idei létszámot, ami 3000 fő volt, még tovább szeretnénk emelni. Október elején tini diszkót szervezett a fiatalok számára a Művészetek Háza, ami úgy hallottam, és láttam, hogy nagy sikert aratott. Ennek a korosztálynak nincsen szórakozási lehetőségi városunkban, ezt a hiányt szerettük volna pótolni. A tapasztalatok és az igény alapján nyugodtan mondhatom, hogy lesz ennek folytatása. Amint azt korábban is elmondtam, novemberben épül a jégpálya a tavaknál, ez egészen november 1-től február végéig fog szórakozási lehetőséget nyújtani. Minden hétvégére igyekszünk majd valamilyen programot szervezni a jégpályához. Készülünk az adventi vására, kérem, hogy figyeljék a programajánlókat. Tartalmas és minőségi szórakozást igyekszünk biztosítani városunk minden korosztályának. És természetesen mi pedig a nagy részén ott leszünk és beszámolunk ezekről, most pedig köszönjük szépen, hogy eljött polgármester úr, és mindezt elmondta nekünk és a nézőknek. Én is köszönöm a lehetőséget.